És megyünk tovább. Igen. Egy nagyon jó programmal. Dés Júlia és Dés László a vendégünk. Jó reggelt kívánunk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a reggelt. Ugye említettük, hogy a beszélgetésünk elején még lesz egy gyors kikapcsolásunk a Színház és Művészeti Egyetemhez. Hát elindul egy új kampány, egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kampány, amit ugye a Haver Alapítvány indít el. Meséljetek nekünk erről, egyfelől miért éreztétek, hogy ezt el kell indítani, kik szerepelnek benne, és mi lesz a legfőbb üzenet. Így van, a legfontosabb üzenete. A kampány célja a párbeszéd fontosságának a bemutatása, ahogy az alapítványunk célja is a párbeszéd és a találkozás megteremtése zsidó fiatalok és középiskolás diákok között. Az alapítvány alaptevékenysége az, hogy az önkénteseink, akik valamilyen módon kapcsolnak a zsidósághoz, középiskolákba járnak és informális oktatási eszközökkel kezdeményeznek párbeszédet a diákokkal. Miért? Hogy miért ez a célunk? Hát mert az az alapvető tapasztalatunk, amikor már 18 évvel indult ez az alapítvány, akkor akik elkezdték csinálni, azt tapasztalták, amikor mondjuk a holokauszt emléknek kapcsán középiskolákba jártak, hogy nem elsősorban és csak a holokausztról kéne a zsidósággal kapcsolatban beszélni, mert hogy összességében a zsidóságról nagy a tudatlanság a középiskolás diákok fejében, és ugye a tudatlanságra nagyon könnyen épül előítélet, félelem, ellenségeskedés, és szeretnénk ezt a találkozást megteremteni azért, hogy elindulhasson egy párbeszéd, és ne pedig tévhitek legyenek a diákok fejében. Egyperces, vagy nem egyperces, hanem rövid kisfilmeket készítettek arról, hogy nagyon ismert előadók, illetve emberek szerepelnek, és elmondják, hogy nekik mik a személyes történet. Elmondom, hogy ki szerepel benne, Dés László, Krecsó Krisztián, Starenki Dóra, Lakatos Márk és Jónás Vera. Miért fontosak ezek a személyes történetek? Mi a te személyes történeted? Meg lehet osztani nagyon röviden, 10 másodpercben, 20 másodpercben, leginkább ennek az eszenciáját, a fontosságát? Hát tulajdonképpen engem, amikor készült ez a kis rövid beszélgetés, vagy az én szövegem egy interjú kapcsán a párbeszéd fontosságáról, akkor mint főleg zenészt kérdeztek, jazzzenészt, és ezt nagyon jól tették, mert tulajdonképpen az én sok személyes történetem van természetesen, ami már tulajdonképpen a családnál kezdődik, hiszen az ember beleszületik egy családba, és ha ott nincs párbeszéd, és nem indul el, és tudjuk, hogy nagyon sok család párbeszéd hiányos, akkor abból már ott elkezdődhet egyfajta torzulás és egyfajta félresiklás, ugye? Hogyha ha egy gyerek nem tud beszélni a szüleivel, ha a szülők nem akarnak beszélni a gyerekkel, és így tovább. Úgyhogy persze az embernek sok története van, de mint jazzzenész, én arról tudtam többek között beszélni, hogy tulajdonképpen mi egész életünkben beszélgettünk egymással a hangszereinkkel. A jazz az egy improvizatív zene, és ott tulajdonképpen egy zenei párbeszédet folytatunk. Most ezt nem fejtem ki bővebben, majd nézzék meg a kedves nézők ezeket a Haver Alapítvány által készített klippeket, szerintem nagyon jók, tanulságosak, nagyon rövidek, frappánsak. Úgyhogy itt például én beszélek, csak nem hallani. Most hallunk így élőben. De én ennyit tudok erről mondani, igazából hosszan tudnék természetesen beszélni. De hogy ez az egymásra való figyelés, ami például ott van egy improvizációban, hogy abban se tudok jól reagálni, hogyha nem hallom pontosan, hogy te mit mondasz és mit játszasz. Pont ugyanez az analógia igaz lehet egy párbeszédre vagy egy beszédre. Persze, hát különben. Zseniális példa különben. Soha nem jutott eszembe, de valóban így nagyon van. Félre tud csúszni egy zene, egy zenélés, nem áll össze az a forma és az a szerkezet, amit tulajdonképpen magától áll össze, ha megértjük egymást zeneileg. Ha nem, akkor baj van. Ez ugyanígy a társadalomra, az emberekre igaz. Részben talán megadtátok rá a választ, de részben talán nem. Ha már, Laci, te is említetted azt, hogy egy családban kellene erről beszélni, ha már azt mondod, Júlia, hogy ugye elmentek gimnazistáknak középiskolába, hogy azt ti látjátok, hogy körülbelül ez az ügy, ez a jelenség, az, hogy nem alakul ki az emberekben fogalom, kép, pontos tudás arról, hogy a zsidóság mit jelent, mi mindennel jár együtt, hogy ez az ügy, hol, vagy ez a jelenség, ez hol kap gellert?
Tehát, hogy hol kanyarodik el, hol alakul az ki, hogy valakinek téves gondolatai vannak. Hát szerintem az nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy mi bemegyünk az osztályterembe, megkérjük a diákokat, hogy tegyék körbe a székeket, tegeződjünk, és a véleményükre vagyunk kíváncsiak. És ez az iskolák 90%-ában először nagyon, nagyon furcsán érinti a diákokat, hogy az ő véleményére kíváncsiak, hogy mi beszélgetni jöttünk, hogy körben ülünk, hogy nem fogunk frontálisan oktatni, és itt kezdődik, hogy ez lenne nagyon fontos, hogy sokat beszélgessünk, és hogy a diákokkal is sokat beszélgessenek, és a diákok visszajelzéseiből nagyon sokszor kiderül, hogy mennyire jó volt neki, hogy meghallgathatta az osztálytársai véleményét. Szóval ez egy ilyen nagyon fontos, vagy hogy ilyen érdekes dolgokról beszélgettünk. Nem mi beszéltünk, hanem beszélgettünk. Felcsillan a szemük, és megörülnek például, azt tudják-e a diákok, vagy ez egy nagyon jó példa, az alapítvány neve önmagában a haver, az ugye ugyanazt jelenti héberül, mint magyarul, igen. Tehát hogy ez egy nagyon azonosság, meg könnyű megtalálni ezeket az azonos pontokat, vagy azonosulási abszolút, pontokat? Abszolút, nagyon könnyű, és a diákoknak ez egy nagyon érdekes élmény, hogy itt vannak zsidó fiatalok, és rengeteg a közös pont, sokkal több a közös pont, mint ami nem közös pont. Nyilván inkább olyanra gondoltam, amin elcsodálkoznak, hogy igen, ez a kultúrák keveredésének az eredménye. Igen, ez az együttélésünknek az eredménye. És nem biztos, hogy tudja, hogy az a hagyomány, az a szokás, az hát a szóhasználat. Vagy a jiddisből jött szavak a magyar nyelven, hogy mennyi van, erről is szoktunk beszélgetni, és ezek nagyon érdekesek nekünk. A zenén kívül van olyan terület, amiben nagyon-nagyon könnyű kapcsolatot teremteni? Csak azért kérdezem, mert ugye amikor a Zsidó Kulturális Fesztiválról van szó, meg ilyen programokról, akkor nagyon sokszor ugye bedobják a csalit, ami szerintem tényleg tökéletes a zenén kívül a gasztronómiát. Persze, gasztronómia, irodalom, szerintem sok minden van. Hát csak hogy azért kérdezem... Nagy kultúráról van szó. Hát természetesen. Igen. Vallásról, a zsidóság esetében, hanem egy nagyon nagy kultúráról, amit érdemes megismerni. Meg hát, hogy a fiatalokat gondolom, azért az alapítványnak ez is célja, nem? Hogy mi az a terület, mi az a gondolat, amivel ugye a legjobban vagy a legkönnyebben meg tudjátok őket szólítani. Hát mi elsősorban zsidó identitásról beszélgetünk, arról, hogy az identitás milyen sokféle lett, és milyen sokféleképpen lehet a zsidósághoz kapcsolódni, annak is, aki zsidó, és ezáltal nyilván az ő identitásukról is szó van, és hogy ők mennyi mindenből állnak össze. És hogy ez is egy fontos kapcsolódási pont. Teszem, hogy nyilván egy jó esetben egy olyan párbeszéd alakul ki, amikor mindenki kiteszi középre a saját élményeit, a saját megéléseit, a saját ünnepeit, a saját jó szavait, a saját szokásait, és ettől kezdve felismerjük azt, hogy valóban ezek szétválaszthatatlanok egymástól egy az egyben. Igen, és hogy mennyi minden szempontból ugyanaz fontos, akár zsidó fiatalról beszélünk, akár nem. Nagyon fontos az oktatás szerepe értelemszerűen. Sajnos a legutóbbi felmérések szerint erősödik az antiszemitizmus Magyarországon is. A vírussal kapcsolatban is vannak mindenféle elképesztő képzetek, és nem tudom micsoda. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit a Haver Alapítvány csinál, de nagyon fontos lenne ezt általános iskolától elkezdeni, A rendes, hivatalos oktatásban. Bocsánat, itt beszúrom, hogy januártól elkészül az általános iskolásunknak szóló foglalkozásunk is, és akkor nem csak középiskolába fogunk járni. Minden kívánság ilyen nagyon gyorsan teljesüljön, én csak ezt kívánom. Ez csak a Haver Alapítványra vonatkozik, én úgy általában gondoltam, hogy mondtam ezt, mert az előítélet az egy nagyon rossz dolog, és nagyon sok ez biztos. Bajt okoz, és kárt, és fölösleges rombolást. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Bocsánat, még annyi, hogy a nyissavilágra.haver.hu oldalon tudnak meg többet a kampányról és az alapítványról is. Nagyon fontos, hogy hozzátette, Gyuli. Köszönjük szépen. Köszönjük.